Ha már Vadovicében vagyunk, ha már II. János Pál szülőhelyén vagyunk, akkor kihagyhatatlan nem csak a Szent Mise az itteni bazilikában, hanem a kedvenc sütemény, a kremovka, azaz a krémesnek a megkóstolása, amit akár kórházban, akár különböző alkalmakkor, de II. János Pál mindig szívesen fogadott. Háromnapos zarándoklatra indultunk, amelynek a csúcspontja Krakóban lesz, amikor is azt fogjuk ünnepelni, hogy 20 évvel ezelőtt áldotta meg Erdő Péter bíboros atya a Communio Sanctorum kápolnát, amit magyar kápolnaként is ismerünk, az isteni irgalmasság bazilikájában. Az első útunk, ha már Lengyelországba jövünk, ha már Krakóba érkezünk, Vadovicébe vezet, ahol II. János Pál, akit ugye szentként is tisztelünk, született. Itt ünnepeltük a Szent Misét, abban a templomban, ahol Isten gyermekévé vált a keresztségen keresztül, illetve ahol a befogadás szentségét, az eukarisztiát és a bérmálás szentségét is megkapta. Ennek örömében készülünk arra, hogy holnap Erdő Péter bíboros atyával együtt ünnepeljük a Szent Misét Krakkóban.